Szeretném kérni még a gyülekezetnek a figyelmét. Egy egyházkerületi körlevelet szeretnék felolvasni a gyülekezetnek. Részlet az ukrán kormány rendeletéből a koronavírus miatt bevezetett karanténról. A koronavírus fertőzés terjedésének veszélye miatt országos karantént hirdet az ukrán kormány március 12 és április 3 között, jelentette be a kabinet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormány a szerdai ülésén korlátozások bevezetését javasolta az olyan tömegrendezvények, ahol 200 vagy annál több ember vesz részt. A korlátozás kiterjed az óvodákra, az iskolákra, beleértve valamennyi oktatási intézményt. Az alsó, közép és felsőfokúakat egyaránt, valamint a sport, kulturális és egyéb rendezvényeket is. A 2020. március 12-én megtartott kerületi lelkészgyűlésen a jelenlegi helyzetre való tekintettel a következő határozatok születtek. A Kárpátaljai Református Egyház a koronavírus fertőzés terjedésének veszélye miatt elhalaszt minden nagyszabású kerületi és megyei rendezvényt, csendes napokat, nőszövetségi alkalmakat, kerületi közgyűlést, konfirmandus hétvégéket, énekkari találkozót, virágvasárnapi csendes napokat. Az evangelizációs hetek megtartásában a gyülekezet presbitériuma kell, hogy döntést hozzon. A nagyobb gyülekezetekben kisebb csoportokra felosztva tartsák meg az istentiszteleteket. Amennyiben súlyosbodik a helyzet, akkor házi bibliaórák legyenek megtartva. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy amennyiben többen leszünk istentiszteleti alkalmon, mint 200 fő, úgy kettő fogjuk osztani a gyülekezetet, és egy része a parókián lesz majd istentiszteleten, egy része pedig itt. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy a keresztény ember törvénytisztelő ember. És ezeket a dolgokat, ezeket a rendelkezéseket és törvényeket maradéktalanul be kell tartani. A következő. A házasságkötések megáldása nem maradjon el, de a templomi szertartáson 100 főnél többen ne legyenek. Ezt azoknak mondom, akik a közeljövőben esküvőt terveznek, korlátozzuk a létszámot 100 fő alá. A halottak vírasztása, amennyiben háznál történik, akkor az kinn, az udvaron tartassék, és ne zárt térben. Kérem a gyülekezetet, ezt vegyük komolyan. Annak fényében lesz temetés, ha betartják a törvényt. Zárt térben ne legyünk. Tudjuk jól, hogy ez a fertőzés, ez cseppfertőzéssel terjed. Tüsszentéssel, testnedvekkel, készfogással és minden egyébbel. És tudjuk jól, hogy amikor valaki meghal, akkor a testnedvei távoznak. És ne legyünk olyan emberek, akik felelőtlenek ezzel kapcsolatban. Tehát a rendelkezés az, hogy a virasztás kint az udvaron lesz. Leszükítjük a virasztói alkalmakat egy órára, részvétnyilvánításra van lehetőség, és másnap pedig minél hamarabb temetés. Vegyük ezt komolyan. Aki ehhez nem alkalmazkodik, ne igényeljen egyházi temetést, mert nem megyünk el. Ez a törvény. Én felesküdtem a törvény betartására, és kérem, hogy ezt tartsuk be. Az istentiszteletek ne maradjanak el, viszont kérjük az embereket, hogy aki beteg, aki gyenge, az inkább maradjon otthon, és ne menjen közösségbe. A lelkipásztor az istentiszteletek végén ne búcsúzzon készfogással a hívektől. Szeretném nyomatékosan kérni, akik gyengék, akik betegek, akik köhögnek, akik tüsszögnek, maradjanak otthon. Azért, testvérek, ez nem miattunk van, ez értünk van. Mert ha megbetegítünk másokat, akkor legyengülnek. Legyengül az immunrendszerük, és hajlamosak lesznek minden betegségre. A legnagyobb veszélyben az idősek vannak, akik bármilyen betegséggel küszködnek. Kérem, hogy aki gyengének érzi magát,
bármilyen betegsége van, maradjon otthon. Maradjon otthon. A gyülekezet honlapján elérhetők lesznek az istentiszteletek. Ahogy elhangzottak az istentiszteletek, egy óra múlva meg lehet hallgatni az interneten, a Csongor Misszió oldalon. A YouTube-ra, ha ezt beütjük, rögtön előjön az összes ige hirdetés. Maradjunk otthon, ha betegek vagyunk. Ne terjesszük semmilyen betegséget. Bármilyen betegség, ami legyengíti a másik ember immunrendszerét, az nyitottá válik a vírusfertőzésre. Kérem, hogy vigyázzunk az idősekre, vigyázzunk a családjainkra. A saját családjára mindenki gondosan figyeljen. Rendszeresen és alapos kézmosással, tisztálkodással, higiénia betartásával és gondos fertőtlenítéssel mindenki tartsa be a kormány intézkedéseket. Testvérek, ha körülnézünk, Olaszországban rettenetes a helyzet. Olaszországban már temetésre lehet tartani. Több mint 20 000 ember beteg, és több mint 1500 ember meghalt. Tudjuk, hogy miért? Mert nem tartottak be rendelkezéseket. Mert lazán vették, és felelőtlenek voltak. És ez lett a következménye, hogy most már ki se lehet menni az utcára. Legyünk szívesek, tartsuk be, és tartassuk be ezeket a rendelkezéseket. Tartassanak imaórák a betegekért, a járványban szenvedőkért és az egészségügyi dolgozók helytállásáért. Ne maradjanak el az ima alkalmak, de kérem ott is, hogy aki beteg, sem házi bibliaórára, sem családlátogatóba, sem rokonlátogatóba ne menjen. Nem lesz baj, ha nem megy. Akkor lesz baj, ha megy. Ne fertőzzön meg senki senkit. Annak ellenére, hogy még nincs jelen nálunk ez a vírus itt a faluban, ez nem jelenti azt, hogy nem lesz jelen. Végig tombol egész Európán. Számíthatunk rá, hogy jelen lesz. De a rendszeres tisztálkodással, fertőtlenítéssel nagyon sokat tehetünk ellene. Szeretném kérni a gyülekezeti tagokat, a boltosokat, hogy naponta többször fertőtlenítsék az ajtókat, a bejáratokat, a kilincseket. Jó? Ezzel is megelőzve a járvány terjedését. Kérem, hogy akik Isten tiszteletre jönnek, üljünk szellősebben, nem kell szorosan egymás mellé ülni. Üljünk szétszórtabban, és ezzel is megelőzzünk mindenféle betegség terjedését. Hadd kérjem különös tekintettel azokra, akik néha szoktak Facebookot látogatni. Ne osztogassunk semmilyen esztelenséget, pánikkeltő dolgokat. Ne osztogassunk olyan dolgokat, ami nem valós, és semmilyen valóságtartalma nincs. Nagyon sok médiacég ráállt arra, hogy pánikot keltsen, és pánik hangulatot generáljon. Ne osztogassuk ezeket a híreket, csupán azt, ami kormányrendelet. Azt viszont maradéktalanul tartsuk be. Kérem a gyülekezetet, hogy ne pánikoljunk. Ne pánikoljunk. Nem ez a jó megoldás. Sokkal bölcsebb megoldás, ha betartjuk a szabályokat és betartjuk a rendelkezéseket. Mindenki rendszeresen naponta többször mosson kezet. Templom bejáratnál van elhelyezve kézfertőtlenítő, használjuk. Aki tüsszög, aki köhög, hordjon magával zsebkendőt. És abba köhögjön, abba tüsszögjön. Ne fertőzön meg senki senkit. Én nagyon kérem a gyülekezetet, hogy igyekezzünk betartani ezeket a dolgokat. És hadd mondjam el azt, hogyha ebben a gyülekezetben csak egyetlen egy ember megfertőződik, engem fognak elővenni. Engem. És nekem kell vállalni a felelősséget azért, amiben talán mi felelőtlenek voltunk. És aki kíváncsi arra, hogy mennyi ezért a büntetés, majd Isten tisztelet után el tudom mondani, rengeteg. És ezt nekem kell kifizetni. Kérem, hogy tartsuk tiszteletbe egymást. Ha betegek vagyunk, maradjunk otthon. És ha betegek vagyunk, akkor ne menjünk semmilyen közösségbe. Tisztelettel kérünk mindenkit, igyekezzünk ne pánikot kelteni a gyülekezet tagjai között, hanem bátorítani őket a Krisztusba vetett hittel, és venni a jelenlegi akadályokat.
Aki az Urat féli, biztos oltalma van, és fiainak is menedékül lesz az. Példabeszédek könyve 14. rész 26. vers.